Köszöntöm kedves nézőinket! Mai kortárs műsorunkat egy filmmel kezdjük, egy rövid filmmel, egy rövid játékfilmmel, amelyet a Bújtór István filmfesztiválon mutattak be idén augusztusban, amelyet szemesen rendeznek meg időről időre, és ez a film ott külön díjat kapott, amit most majd megnézhetnek, és akinek az alkotójával meg is ismerkedünk. Rögtön sok szeretettel köszöntöm Szántó Bálintot, aki a filmet készítette, megálmodta, írta és rendezte, és hát a főszerepet is játszott. Tehát van. akár a, a nagy filmes hagyományok, ugye, amikor azon lesz, ugye, az Aranypolgárba, hát mindent ő csinált, és hát reméljük, hogy majd hasonló karriert fut be az a kedves fiatal rendező, aki most itt ül, és akinek a filmét most elkezdjük vetíteni, és a vetítés után azután megismerkedünk kicsit közelebbről is az alkotóval, Szántó Bálinttal. Hát leperegtek az utolsó kockák, hogy ez a különös hangulatú film, különös utolsó kockái amelyek hát néha kicsit széler, horrorisztikusak, de ugyanakkor filozófiailag pedig hát az emberi lét alapkérdéseit feszegetik, hogyha jól fordítom le a, a, film gondolat, fő gondolatát. Ugyanakkor hát formailag nagyon közelít azokhoz a ma divatos is, vagy méltán divatos, ugye, elkészítési módhoz, amely, amely hát olyan eszközöket használ, ami néha ugye kicsit megborzongató. Ugyanakkor különös az, hogy, mint láthatják, egy kedves fiatal ember gondolkodik ilyen, hát mondhatni, a végső kérdésekről, vagy a, vagy a végső emberi kérdésfeltevést teszi ő már is fel egyik első filmjében. Hogyan keletkezett ez a film? Hogyan jött a gondolata? Ugye szemesen él uh, egy nagyon kedves ugye Balaton melleki faluban, és, uh, és hát egyszer csak a filmkészítés valami módon megragadta, és készült ez a film, amely hát, mint jeleztem, külön diát kapott ez a bizonyos Bújtor Fesztiválon. Nos, uh, akkor visszatérve a kérdés közepéhez, hogy hogyan alakult ez a mozi. Aztán utána később néhány mondatot majd az életéről is faggatom. Hát, ez a mozi igazándiból az első filmem után kezdtem el dolgozni ezen, hogy sokszor eszembe jutott már egy ilyen gondolatfoszlány, amiből ugye készült maga a film is, az ötlete, hogy mi történne, hogyha egyszer így egy pillanatra a másikra minden eltűnne. Az ember ezt hogy reagálná le, hogy próbálna meg kideríteni. Ez egy eléggé ijesztő dolog szerintem már önmagában. Egyébként, hogy az ember így föl kell, ugye napi rutint elkezdi, mindenki általában iszik egy kávét, odalul a laptop elé, vagy bekapcsolja a televíziót, mindenkinek megvan a napi kis rutinja, de hogyha ez már önmagában így nem stimmel, ebből kizökken, akkor már az embernek mondhatni rosszul indul a napja. Ö, és ugye ezt egy kicsit még tovább fejleszve, tehát nem csak, hogy nincsen internet, vagy ugye a reggeli rutin borul, hanem minden eltűnik egyszerűen, ahogy a filmben is lehetett látni hogy ez már így eléggé komplexebbé tette a dolgot, és ez már még ijesztő, tehát, hogy az ember se autók, se állatok, se emberek, ahogy a filmben is volt, és erre próbáltam egy kicsit még így rátuningolni, mondjuk így uh -huh. a végével, uh -huh. tehát ez igazából egy ilyen körkörös ciklus lett így, hogy a film végével, ugye ezzel a continue felirattal, tehát ez tényleg a létnek is ugye a, a nagy kérdése, igazándiból, és ugye az kicsit így nyitva hagyta, de, de azt a kérdés, hogy ez most álom volt-e, amit láttunk a végén, vagy a főszereplő belekerült egyfajta egy fajta végtelen ciklusba, egy spirálba, amiből ugye nem tud kiszökni értelemszerűen. Hát, ilyesmi film volt hasonlóan, bár más stílusban, ugye az idétlen időkig Bill Murray-vel, <coughs> megkészültek még hasonlók ebben a műfajban, de, de én próbáltam erre a horroros, misztikus dologra kicsit ráerősíteni. Én úgy gondolom, hogy ez elég, elég jól sikerült, főleg ahhoz mérten, hogy egy eléggé aprostában dolgoztunk, és ugye kis költségvetéssel, hát nyilván nem tudunk labdába rúgni olyan nagy produkciók mellett, még rövid filmkategóriában sem értelemszerűen, hiszen hát egész forgatáson talán 8 ember részt vett maximum 10. Talán érdekel a hogy milyen technikával készült ez, mert ugye most a klasszikus fekete-fehér film hangulata jön át, és úgy néz ki. A valóságban ez ma, ez a fekete-fehér, <laughs> ez gondolom csalás, ugye? De... Így van, ez egy utómunkának az eredménye. Én mindig is szerettem volna fekete-fehérben dolgozni. Ez azért is tartom ezt egy jó ötletnek, mert a mai digitális világban meg úgy egyébként, és a fegete-fehér, hogyha leszedjük ugye ezt a sok fényel és a színeket róla, a fegete és a fehér ugye a kontraszt sokkal jobban kiadja a részleteket. Ez már önmagában is egyébként szerintem egy izgalmas dolog. Arról nem beszélve, hogyha az ember valahogy belefut ebbe a filmbe, akár majd az interneten, vagy most a tévénézők, mindenki azon kapja fel a fejét, hogy hú, hát 2018 és egy fekete-fehér film. Tehát ez már egy önmagában egy hó, akkor kicsit nézzünk bele, vagy olvassunk utána. Ez már alapból is egy érdekes dolog, arról nem beszélve, hogy szerintem ez jól ment a film mondani valójához, és a képi világ és az audió része szerintem így lett egy nagy kerek egész. Hát igen, maga ugye az elvonatkoztatást segíti, ugye a filmnek van egy ilyen különös elvonatkoztatott ugye, terej, vagy át Tere, nevezetesen, hogy a valós élet egyszer csak megszűnik ugye a, Így a főhős körül, és hát valamiféle furcsa halott világba kerülünk. Tehát tulajdonképpen a halálnak valamiféle misztikus megsejtése, átérzése. Kicsit szürreális, igen, kicsit ez a fekete megjelenítése. És ez ugye, ez a fekete-fehér ezt a magát, a, a film gondolatát segíti, támogatja ugye az elemeltségével. Ugye néha, amikor az ember régi filmeket néz, akkor ugye csodálkozik, hogy hát milyen gyönyörű képeket tudtak fekete-fehérbe is, hogy szinte-szinte az ember oda képzeli a szint, de mégiscsak van valami, valami kicsit, ugye itt a filmben is a misztikus szót használtuk, távolság, elemeltség ugye a fekete-fehérben, tehát nagyon bátor ötlet volt az, én azt gondolom, hogy ezt fekete-fehérben készítette. A, nagyon érdekes, hát stábról azért ejtsünk néhány szót, ugye nyolc főt, említettél, és, és hát ugye ezt össze kell szedni, azok barátok, ismerősök, rokonok, tehát hogy készül, ugye, egy ilyen film, ami hát teljes, hogy mondjam, csak pompájában jelenik meg, tehát nem tudunk arról, hogy ez úgymond amatőr körülmények között készült, hiszen a film alakilag is, tartalmilag is egy teljesen élvezhető mozi, amely, amely hát nem véletlenül, ugye kapott külön díjat, és figyelt föl a fesztivál zsűrie erre, mert, mert, hát olyan minőségben jelenik meg. Hát örülök, hogy tetszett neked is, és pláne ugye a zsűrinek is ugye Balaton szemesen. A stáb maga ö, részben ismerősök által, uh -huh. de filmes szakmán belül is. Az egész úgy kezdődött, hogy én már 2017 májusában, júniusában kezdtem el dolgozni az első kisfilmemen, ez az a Fényei címet uh -huh. kapta. Ezt még ugyanazon a nyáron rá egy másfél-két hónapra sikerült is leforgatni. 2017. októberében megjelent és elindult ugye a fesztiválos körútjára, több-kevesebb sikerrel, és Ebben nekem segítkezett Galdai József, független filmes rendező, forgatókönyvíró és Elekes Gergő, ugye barátunk, operatőr, zenét szerez, tehát ő egy igazi Jolly Joker, mondhatjuk így a Gergőre, úgy minden az egyben. És hárman között egy nagyon jó barátság alakult ki, ezt egy nyugodtal kijelenthetem, és ők azok a személyek, akik nélkül én biztosan nem ülnék most itt. Tehát, hogyha ők nem lennének akkor én nem kezdek bele a filmezésben nagyon valószínűleg, vagy ha mégis, akkor ez csak évekkel később. És így igazából én megértem a forgatókönyvet, ezt elküldtem a Galai Józsefnek egy ilyen vizitre, hogy mi a véleménye, hiszen ő, neki már külföldön jelentek meg filmjei, zsáneren belül, tehát horrorban. Most illusztrációban láthatunk néhány olyan képet, ahogyan a film készült, és hát ezek a barátok is <coughs> ezeken a képeken megjelennek, csak Igen. zárójelben. Igen, tehát Galla Józsefnek átküldtem az anyagot, és azt mondta, hogy ebben van potenciál. Hát ugye az ő számára mindenképp adok, hiszen ő már azért mm -hmm. egy elég tapasztalt szakember ebben a független filmes világban. És azt mondta, hogy ezt érdemes lenne ezzel megpróbálkozni, ilyen relatíve könnyen kivitelezhető. Vannak neki is kapcsolatai, például így került a képbe Erkel Hanna Svinkes, aki tarnai a Tarnai Virágszínésznek a sminkét készítette el. Emellett még Balaton szemesi ismerőseim, ugye, meg testvérem segítkezett a forgatás során, tehát ők voltak, akik ugye hozták a kellékeket, fuvarozták ugye a stábot, segítettek mindenben, és igazából így maga a stáb az, az ennyit számlált. Tehát ahhoz képest, hogy egy ilyen filmet hoztunk össze ennyi emberrel, szerintem ez egy, ez egy jó munka volt. Ez nagyon érdekes egyébként, ahogy a, a, a saját környezet, ugye, szemes átértékelődik, átemelődik. Hát ugye, aki járt ott, jó magam, én nemrég jártam ott, hiszen a fesztiválon magam is részt vettem, és hát az ember döbbentem veszi észre, hogy jé, hát ez szemes, te érdekes, és mennyire illik ehhez a furcsa kihalt világhoz. Tehát, hogy, hogy érdekes az, hogy az ember, ha jól ismer egy környezetet, egy environmentet, akkor akkor valahogy azt, azt jobban tudja használni, kezelni, ugye, a film kifejezése érdekében. De érdekes ez, hogy hogy észrevenni, hogy bizonyos helyszínek milyenek is lehetnek, megfelelő fényben, megfelelő világításban, megfelelő gépbeállításban. Tehát, hogy, hogy szinte az ember újra rácsodálkozik a, a saját lakóhelyére, gondolom. Hát persze. Éh, Egyébként ott is született szemesen? Hát, fogom születtem, de Baton szemesen élek jelenleg is, úgyhogy életütesszerűen ott élek, környéken uh -huh. dolgozok, nem messze lévő településen, úgyhogy mondhatni, hogy ismerem a település a tenyeremet. Uh -huh. Hát ugye érdekes az, hogy, hogy a filmezést tulajdonképpen nem olyan régen érintett meg, ugye? Ezt nem így, így van, jöttem. így van. Hogy, hogy egyszerűen csak ez, hogy kipattan az emberből, hogy Fú, hát láttam egy jó filmet, meg kéne próbálni. Na, hogy van ez? Ugye ez az első film, ez miről szólt, egy-két mondatban csak érdekes volna? Hát igen, az éjszaka fényei az egy hirtelen felindulásból született. Maga ez egy 18 perces rövid film lett, ebbe is mondhatni, hogy kevés szereplő van, pálinkás Dávid és boldoki piroska színészek játszanak benne. Ez egy egyfajta társadalom kritika akar lenni modernebb köntösben hangvételt megütve. Én úgy gondolom, hogy első filmnek ez, ez teljesen jó volt a magam részéről. Mm -hmm. Ahogy az előbb is említettem, a Galai József és a Lekes Gergő rengeteget segítettek, hiszen nekik már volt rengeteg tapasztalatuk, én viszont mivel, hogy ezt akadémián és egyetemen nem tanultam ezt a szakmát, autodidakta módon tanulok mindent erről lehetőleg, így az ő segítségük az közrejátszott abban, hogy a film olyan legyen végeredményre, amilyen lett, én a mai napig büszke vagyok rá, és úgy tekintek rá, mint egy mérföldkő, hiszen ez indított el a tettek mezejére. Én szerintem ez egy teljesen jó vállalható kis film lett. Nem arról van szó, hogy tökéletes lenne, mert első filmes bakik az természetesen akadnak benne, de ez egyfajta tanulópénz volt. Én büszke vagyok rá, hogy ezt sikerült elkészíteni. Érdekes, ugye az életed másik fele az ugye azt hiszem a kereskedelmet így van, jelenti, így van. hogy oda hogyan kerültél, hogy, hogy éppen ugye egy, hát egy, ha nagyon hasznos és, és virulens szakma, hiszen ma a kereskedelem ugye meghatározó hát a mindennapi életünkben. Van. Hát Balatonparti gyerekként, igazándiból én már diákként elkezdtem ugye hát Balatonparti kisütötekben dolgozni, és így adta magát az, hogy mivel ez már elég jól ment, hiszen ebbe nőttem bele, ebbe tanultam bele, így akkor ehhez kapcsolódó iskolát végeztem, és ebben sikerült elhelyezkednem. Tehát ez így Balatonparti gyerekként, ez nem ez volt az egyetlen út, de ezt találtam a legkézen felfűnök, és ami a legjobban érdekelt. És ebből, ebből is élsz most? Tudom. Jelenleg így van. Uh -huh. jelenleg így. Egyébként családban, vagy egyedül, mint legény ember. <laughs> jelenleg családban lakok, uh -huh. családi házban. Ez jó, úgy értem, hogy hát van saját család, vagy tervezed, vagy... Hát saját család egyelőre még nincsen, természetesen tervben van, de jelenleg édesanyámmal és a testvéremmel élek egy fedél alatt. Uh -huh. Ha úgy adodna az élet, hogy egyszer csak esetleg valamilyen hivatásos vonal is elindulna, akkor érdekelne, hogy akár egy főiskolára jelentkezni, hát most már ugye egyetemre, vagy, vagy megpróbálni ezen a független filmes vonalon tovább lépni és itt teremteni egy, egy rangot. Érdekes a kérdés. Egyiknek sem vagyok ellene, igazándiból. Hogyha elkezdenék tanulni ezt rendesen, akadémián vagy egyetemen fősorán, akkor nyilván ezt Pestre kellene költöznöm. Nem feltétlenül zárkózok el előle, mindemellett a független filmes téren, vonalon én önmagamat igyekszem képezni, könyveket olvasok interneten, bújok -e ezzel kapcsolatos cikkeket vagy mikor más forgatásokon jártam, akkor ugyanúgy a rendezőnek igyekeztem minden mozdulatát ellesni, hogy én is önmagam is tanuljak. Én jelenleg, ami a legjobban érdekel, talán az a forgatókönyvírás. Tehát ö, a rendezés egy nagyon jó dolog, és... Ö, három... És milyen a színészet? Bocsánat, hogy ne felejtsd volt a szabad. <laughs> hát, ö, színészet. Hiteles a jelenlét. Hát, köszönöm a szépen. Ö, a színészet alapból engem úgy nem vonzott, hogy én mindig is színész akartam volna lenni, ez egy opcióként jött, sokat könnyített a helyzeten, és ugyanennyit nehezített is, hiszen itt megtanultam enni a filmnél, hogy a kamera előtt és mögött állni egyszerre, az, az egy igen nagy kihívás, pláne még így mondhatjuk úgy, hogy tapasztalatlan rendezőként, úgyhogy ez e, még sokat nehezített a helyzeten, talán nem is könnyített rajta, talán könnyebb lett volna, hogyha egy színész szerződöttem volna a főszerepre, de ez megint egy olyan dolog, hogy az ember megint tanult valamit. Így azt tudom mondani, hogy ö, én inkább a kamera mögött lennék. Persze, hogyha olyan a helyzet, akkor szívesen részt veszek produkcióba, statisztaként vagy mellékszerepként, de főszerepet az annyira őszintén nem vonz. Inkább a forgatókönyvírás én, én teremteni szeretnék. Tehát mm -hmm. nekem az az elsődleges, hogy írjak egy jó történetet, azt a, abból a maximumot kihozni, és utána az, hogy én most rendezőként vigyem ezt tovább, vagy forgatókönyvíróként, vagy bármilyen más háttéremberként, azt majd az adott körülmény hozza a jövőben. Ha jól tudom, akkor ugye készül egy új, már megvannak a forgatókönyve, és készül egy új film is. Hát ebből csak egy-két képet tudunk majd mutatni. Ennek mi lesz a címe, illetve hát milyen irányba, milyen tartalmi irányba mutat majd a film? A film címe az The Surreal Project lesz. Ez egy egész estés film lesz, ez lesz az első egész estés filmem. Annyi lesz ennek a dolognak a pikantériája, hogy én magam csak mit forgatókönyvíró és hát segédrendező veszek részt. A szervezésben természetesen minden lépést nyomon követek, meg producerként is részt veszek benne, de maga a rendezést azt gala Józsefre bíztam, tehát ezt ezt ő fogja vezényelni, ellenben a forgatókönyv megvan, a póster az megvan egyelőre, a casting sikeresen lezajlott, ezt kijelenthetem, tehát sikerült nagyon ö, tehetséges színészeket leszerződtetnie ez a filmhez, ami majd jövő áprilisban forog a tervek szerint, és ha minden igaz, akkor ha sikerül forgalmazásba ezt kerülnie, akkor ez jövő ősszel, vagy év végén, ezt már nyugaton remélhetőleg meg lehet vásárolni, akár dvd n akár blu -ray -en. Hát itt muszáj megkérdeznem, hogy hát egy ilyen nagy volumenű vállalkozás, hát azért pénzügyileg, akkor is valamennyibe hát, kerül. És Persze. honnan sikerül? ennek az anyag feltételeit megteremteni. Ebben van egy kis trükk, ugyanis maga a filmnek a zsánere az misztikus horroron belül maradva, ez egy found footage film lesz. Ennek az a lényege, aki nem ismeri esetleg ezt a zsánert, hogy ez egy talált dolog, tehát ugye ez nem stúdió körülmények között mindenféle precíz beállásokkal dolgozó film, hanem ugye ez egy költséghatékony. Ilyen volt például a Paranormal Activity, vagy az ideglelés, ami a nagyon nagy siker volt, mi ezt a nyomvonalat szeretnénk ugye tovább vinni, de viszont sokan az a baj, hogy vonakodnak ettől a zsánertől nézők, hogy látják, hogy Úristen, egy Found-Footage film, akkor uh, már biztosan gagyi lesz. Sokan vannak vele így. Igen, És uh, ez azért van így, részben igazuk is van, csak ugye azt felejtik el sokan, hogy uh, némelyik, vagy hát ezeneknek a filmeknek a nagy része azért van egy minőségre alatt, mert ugye a gyártási költségek sokkal alatta vannak a nagy filmeknek, a klasszikus horrorfilmeknek, vagy bármilyen más Töredék. Hát így van. És hát ugye akkor az sokan, ugye így, mi a kevesebb pénzbe kerül, többen megpróbálják. Aki többen próbálják, meg, valószínűleg nincs egy olyan szakértelmük hozzá, vagy nem veszik olyan komolyan. És ugye ez alapból nem egy könnyű műfaj. Sokan azt gondolják, hogy fogunk egy kézikamerát, néhány színészt, egy vödör vért, és akkor már van egy ilyen filmünk. Csak ugye Aha. ezt elfelejtik, hogy itt viszont a lényeg a found footage hogy életszerű legyen. Tehát amit a néző lát, az a valóságnak tűnjön. Ebbe ez a trükk, ebbe a filmkészítési stílusba, de viszont ezt nagyon nehéz kivitelezni. Éppen ezért, amikor nem hozzáértő kezebe kerül egy ilyen projekt, akkor általában az tele van logikai bakival, ami már ugye az ember önmagába kizökkenti, a, a, kamera kezelés, tehát amit a, általában a főszereplő kezeli a kamerát, ez teljesen valószerűtlen. Általában ilyeneken szokott elcsúszni egy film, a The Surreal Projectnél viszont ö, úgy gondolom, hogy sikerült a lehető legtöbb ilyen hibát kiküszöbölni. Tehát logikai bakik remélhetőleg nem nagyon lesznek benne. Én nem nagyon emlékszem, hogy benne hagytam volna. Gala József segített ebbe is, esetleg, hogy mi az, amin változtassunk, egy picit csiszoljunk, mi az, ami benne maradjon. De, de én úgy érzem, hogy egy minőségi fának úticsémet fogunk letenni az asztalra a jövő év folyamán. Hát akkor lehet, hogy a következő évben a Bújtór Fesztiválon már ezt a filmet be lehet mutatni, és persze más hát fesztiválokon, vagy más helyeken is. Hát én kívánok akkor egy sikeres filmes pályát a továbbiakban. És akkor hát figyeljük a Szántó Bálint alkotásokat. Még a zárásul, talán emlékeztetőül játsszuk be azt a néhány kockát, ami a film előzetese, már tudnék az Elveszett című film előzetese, amit láthattak a műsor elején teljes egészében. Én köszönöm, hogy eljöttél ide. Én hozzánk, köszönöm a kívást, És köszönöm nézőinek a figyelmét. Viszontlátásra.